Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a templomba összegyűltekkel és a képernyő előtt ülőkkel együtt magasztalunk téged, hogy egyszülött fiadat elküldted hozzánk, hogy emberré legyen. Tisztíts meg bennünket, hogy amikor emberré létellének csodájáról emlékezünk, hálával imádjuk végtelen szeretetedet, és mindennél jobban örüljünk a te ajándékodnak, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor elcsendesedünk most Isten színe előtt, karácsony este érezzük, hogy az emberi szó kevés annak elmondására, ami ezen az éjszakán egykor Betlehemben történt. Ezért a Szentíráshoz fordulunk, és onnan olvassuk el az eljövendő Krisztusról szóló proféciákat és a születéséről szóló evangéliumokat. Krisztus felé forduló vágyódásunkat, szeretetünket és karácsonyi örömünket sem a magunk szavaival mondjuk el, hanem azokkal az énekekkel, amelyekkel a hívek serege az angyalok karával együtt, ősidők óta együtt énekel Szent Karácsony éjszakáján. Énekeljük el az ősi Krisztusváró himnuszunkat, Jöjj népek megváltója! Amikor Isten kimondja ítéletét az első ember bűne felett, akkor adja első ígéretét is a megváltóról. Így szól a kísértőhöz. Ellenségeskedés támasztok közötted és az asszony között, a te sarjad és az ő sarja között. Ő fejedet tapossa, te pedig sarkát mardosod. Ezt az ígéretet erősíti meg Isten, amikor ezt mondja Ábrahámnak. Gazdagon megáldalak téged, és a te sarjad által nyer áldást a föld minden nemzetsége. Erről a megváltóról szóltak a proféták. Ezt mondja Ézsaiás. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. És nevezik csodálatosnak, erős Istennek, békesség fejedelmének. Mikeás pedig így profétál. Te pedig, Efráta Betleheme, ki legkisebb vagy Júda nemzetségei között. Mégis belőled származik az, aki uralkodó lesz Izraelben. Az, akinek származása ősidőktől, öröktől fogva van. Zakariás proféta könyvében ezt olvassuk. Örülj nagyon, Sion leánya! Íme királyod jön hozzád, aki igazságos és szabadító, és békét hirdet a népeknek. Malakiás pedig így szólaltatja meg az Úr üzenetét. Íme elküldöm követemet, aki elegyengeti az utat előttem. Erről a követről szólnak az evangéliumok. Azokban a napokban megjelent keresztelő János,
és prédikált Júdea pusztájában. Ez az, akiről megmondatott Ézsaiás proféta által, kiáltónak hangja a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek ösvényeit. Keresztelő János pedig ezt mondta: térjetek meg, mert közel jött a mennyek országa. Közöttetek van, akit ti nem ismertek, akinek sarusziját megoldani sem vagyok méltó. Isten megtartotta szavát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet legyen. És Isten valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné Isten dicsőségére. Thank you.
Isten ígérete így teljesült. Történt azokban a napokban, rendelet jött ki Augustus császártól, hogy az egész földet írják össze. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki az összeírásra, mindenki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveztek. Mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják Máriával együtt, aki jegyese volt és gyermeket várt. Hogy amikor Betlehemben voltak, beteltek szülésének napjai, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a szálláson.
Pásztorok voltak azon a vidéken, a szabadban tanyáztak, és őrködtek a nyájuk mellett. És az Úr angyala hozzájuk lépett, az Úr dicsősége körül ragyogta őket, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt mondta nekik, ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népé lesz. Mert üdvözítő született ma nektek, a Krisztus, az Úr, a Dávid városában. Ez lesz nektek a jel. Találtok egy csecsemőt, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Isten, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Történt, hogy amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, ezt mondták a pásztorok egymásnak. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, mi az az ígéret és esemény, amit az Úr tudtunkra adott. Thank you.
Pásztorok elmentek sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a csecsemőt, aki a jászolban feküdt. Amikor meglátták a pásztorok, elmondták azt az ígéretet, amely megmondatott nekik erről a kisgyermekről. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok elmondtak. Mária pedig mindezeket megtartotta és forgatta szívében. A pásztorok pedig visszatértek, miközben dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit hallottak és úgy láttak, ahogy megmondatott nekik. Thank you.
Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, a 7. fejezetből, a 28. és 29. verset. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok, de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Én ismerem őt, hiszen tőle való vagyok, és ő küldött el engem. Amen. Puzzle, kirakós játék, ki ne ismerné ezt az idegnyugtató, figyelmet fejlesztő játékot, amit már az egészen kis mérettől kezdve a több ezer darabosig minden korosztály játszhat, kipróbálva magát, fantáziáját. Valóban nagy fantázia kell ahhoz, hogy kicsiny darabokban, színekben és részletekben benne lássuk, felismerjük a teljes képet, megsejtjük, hova tartozik az éppen kezünkben tartott elem. Jó segítség ilyenkor, ha a keretek kirakásával kezdjük. Látva a széleket, könnyebb elhelyezni a látszólag sehová nem tartozó fura darabokat. Az idei karácsony is egy ilyen kirakós játékhoz hasonló. Sok benne az ismeretlen darab, amit még nem tudunk összeilleszteni. Türelmetlenek vagyunk, bosszankodunk a korlátozások miatt, és szívünket összeszorítja a félelem az újabb rossz hírek hallatán. Van, aki gyászát hozta el a szentestére, más a munkahelyét veszítette el. Régmúlt karácsonyok emléke kísért fájón, miközben arra gondolunk, hogy szeretteinknek csak távolból üzenhetünk. Nem ölelhetjük át, nem vendégelhetjük meg azokat, akikkel együtt szoktunk ünnepelni. Hogyan fog kialakulni ebből az öröm, a szeretet, a béke várva várt képe? A sötét keretben azonban még inkább felragyoghat az örömhír. Megérthetjük, hogy az ünnep nem rajtunk múlik, nem is változó körülményeinken, hanem Isten jelenlétén. Ha az ő szeretete keretezi ezeket a napokat, akár otthon, családban, vagy kórházi ágyon, akár magányos szobánkban, akkor nincs mitől félnünk. Miénk az evangélium, amit nagy Bazileiosz így fogalmazott meg az első évezredben. Ha nehézségeit támadnak arra vonatkozóan, miként léphet közösségre a romlandó természet a sérthetetlennel, akkor tudd meg a titkot. Az Isten azért van a testben, hogy az ott megbúvó halált megölje. Halált legyőző, életet ajándékozó Krisztus érkezik közénk ma este. Ez adja az idei karácsony valódi keretét. Ez segít nekünk, hogy az ünnep megnyugvást és erőt adjon, hogy hitünkben megerősödjünk, és köszönetet tudjunk mondani mindenért. Ma este János evangéliumából tudjuk összerakni az idei karácsony képét. Felolvasott két igeversünk Jeruzsálemben hangzik fel a lombsátor ünnepén, amikor Jézust számon kérik egy béna ember szombatnapi meggyógyítása miatt. Ki vagy te, hogy újra értelmezed a törvényt? Érdekes, hogy János evangéliumában ez a leggyakoribb kérdés Jézus felé. Ki vagy te? A kérdezők, megvitatva a tényállást, úgy vélik, ő nem lehet a Messiás, a Krisztus, hiszen ismerik, tudják, honnan származik. A kortársak Jézusban csak a názáreti Ács fiát látták, aki felcsapott tanítónak és követőivel járta az országot, csodákat téve, Istenről beszélve, sokakat vonzás körébe gyűjtve. Emberként tekintettek rá, akit ismernek. Jézus válaszában belekiáltja a felé előítéletekkel forduló emberek szívébe, hogy őt Isten küldte közéjük. Küldetése van, hogy reményt hozzon a bűnösöknek.
A Jézust faggatók bizalmatlanságának oka pedig nem más, mint hogy vallásosságuk csak külsőség. Magát Istent sem ismerik, ezért az általa küldött személy titka is ismeretlen marad előttük. Közömbösségük valójában a bűnük, ami megmarad, mert nem akarnak mélyebbre menni, időt szánni a válasz meghallgatására. Megelégszenek saját okoskodásukkal. Ti ismertek engem. Tudjátok, honnan vagyok. Ez a mondat, Jézus szava, magunk felé fordítva, megkérdez most minket is. Mit tudunk vajon a karácsonyi Krisztusról? Igen, mindannyiunkban él egy kép Jézusról, amit kaptunk családunktól, vagy magunk alakítottuk ki olvasmányaink során. Talán ez azonos a betlehemi Jézuskával, akiben már felnőttként nem tudunk hinni, talán a konfirmációban szerzett ismereteinkre hivatkozunk, ha megkérdeznek minket felőle. De vajon hisszük-e, ismerjük-e személyesen az értünk keresztet vállaló, bűneinkért meghaló Isten fiát? Megfelele a bennünk kialakított kép a valóságnak? De én nem önmagamtól jöttem, mondja nekünk Jézus. János az egész evangéliumában erről akar tanúskodni, hogy ne higgyünk a szemünknek. Lássuk be, hogy titokról van itt szó, aminek megfejtéséhez belső világosságra van szükségünk. János azzal kezdi evangéliumát a híres prológusban, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Jézus az ige, Isten szava a világhoz. Ő Istentől jön. Igaz az, aki engem elküldött, folytatja Jézus. A görög szöveg itt a valóság kifejezést használja. A Jézus mögött álló küldő hatalom az egyetlen valóban létező. A létezés az idő ura, akit nem ismerünk. Most derül ki, hogy Jézus igazi megismeréséhez szembesülnünk kell az őt küldőjével. A kimondhatatlan nevű vagyok, aki vagyok, Ehje, Asher, Ehje, Ego, Eimivel, az egyetlen valójában létező személyes Istennel, a mi teremtőnkkel. János azonban nem filozofálni akar evangéliumával. Ő örömhírt hirdet nekünk. Másképpen, mint a pásztorok vagy a bölcsek, nem a külsőségekre irányítja figyelmünket, hanem írásában a lényeget mondja ki. Miért van karácsony? Miért lett Isten emberré? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy fiát adta érte, hogy aki hisz és elfogadja őt, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A karácsony Isten szeretetének az ünnepe. Nem mi rendezünk másoknak ünnepet, hanem Isten szeretete érint meg, lép közel hozzánk, a gyenge gyermekben mutatkozik be, hogy az idegenből személyes ismerősünké legyen, bárhol is vagyunk, bármilyen körülmények között éljük meg e napokat. Isten szeretete utat talál hozzánk. Istennek ugyanis végtelen a fantáziája, hogy meggyőzzön minket, mert fontosak vagyunk számára. Bizalmunkra, válaszunkra vár. Erről szól a kis Biblia, ahogy Luther nevezte a János 3.16-ot. Most minden benne van az életünkhöz, örök életünkhöz szükséges ebben az egy mondatban. Ez az ige lett testé, azért van okunk minden nehézség ellenére ünnepelni, ahogy nagy Bazileosz fogalmazta, tudd meg a titkot, az Isten azért van a testben, hogy az ott megbúvó halált megölje. Krisztusnak azért kellett emberré születnie, hogy benne újjászülessünk, magára veszi származásunk, és nekünk ajándékozza a sajátját,
vallja Luther Márton. A János evangéliuma által megfestett karácsonyi képből hiányzik Mária és József, de Jézus küldetésének, személye, titkának megfejtéséhez alakjából az evangéliumban ismeretlen vonalak, fények rendeződnek össze egy mélyebb megértéshez, ahol Isten ember szeretete tárul fel előttünk. Ez indítja el karácsonyt, ez a szeretet irányít, formál bennünket is, amikor másoknak örömet akarunk okozni. Puzzle. Az idei karácsony egy kirakós játékhoz hasonló. Sok benne az ismeretlen darab, amit még nem tudunk összeilleszteni. Forgatjuk, nézegetjük, nem értjük. Türelmetlenek vagyunk. Szeretnénk már a kész képet szemlélni. A nagy ismeretlen, maga az Isten jön azonban segítségünkre, teszi le az irgalom, a szeretet, a megbocsátás jelző darabjait fiában, Krisztusban, akihez kapcsolódva mégis kikerekedhet a kép. Hogy valósággá váljon a mi számunkra is ez a régi ének, csendes éj, szív örülj, higgy, remélj. Isten szent fia jön ma hozzád, békét, életet és reményt ad. Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, üdvözítő Istenünk, hogy egyszülött fiad által csupa szeretetből békességet küldtél a földre. Add, hogy szereteted és a békességed betöltse az egész világot, és szívünket is. Hálát adunk neked kegyelmedért, hogy együtt örülhetünk most előtted, és magasztalhatjuk nevedet. Add meg az igazi karácsonyi örömöt szeretteinknek és mindenkinek közelben és távolban, hogy együtt jusson el hozzád újjongó énekünk és hálaadó imádságunk. Elhunyt testvéreinket is takard be szereteteddel, és részesítsd őket az örök békesség örömében. Könyörgünk hozzád, Istenünk, minden emberért a földön, örvendezőkért és bánkódókért, egészségesekért és betegekért, kórházban szenvedőkért, orvosokért és ápolókért, hívőkért és hitetlenekért, barátainkért és ellenségeinkért, vezetőinkért és munkatársainkért, népünkért és minden népért. A te jó akaratod indítson mindnyájunkat jó akaratra egymás iránt, hogy békességben örvendezzünk, és dicsőítsünk téged az Úr Jézus Krisztusért, kinek nevében még együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten népe, végül vegyük az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát feléd és adjon néked békességet. Amen.